A Vörösmarty Színház Kerkai Rita rendezésében mutatta be Csukás István utolsó, külön a Fehérvári Teátrum felkérésére készült Diótöröcske című mesedarabját. A színház családi napján is nagy siker kísérte az előadást, és az olvasók kézbe vehették a Móra kiadó által könyvalakban is megjelentetett korszakos mesét. A hátam mögött egy könyves polc van, pontosabban egy könyves pult, és 2 óra óta folyamatosan jönnek az emberek és vásárolják a mesekönyveket, többek között természetesen a Csukás István Diótöröcskéjét is, és hogyha erre a kötetre nézek, akkor végtelenül jól esik az az érzés, hogy ezt ugyan nem sokan tudják, de én tudom, és azért most elmondom a nézőknek is, hogy talán ez a könyv, ez most nem volna itt megvásárolható formában, ha ez az előadás nem született volna meg. A darab dramaturgia Perczel Enikő volt az, aki végigkísérte az alkotói folyamatot Csukás Istvánnal, amelynek az író minden idők legnagyobb magyar mesemondója fájdalmas halála vetett véget. Sajnos Csukás Pista bácsi már nem érhette meg ezt az óriási sikert, de én se gondoltam volna, hogy a gyerekek egy úgymond klasszikus, retro író elképesztő világára ennyire csápolnak. Köszönhető ez szerintem a fantasztikus rendezésnek és az elképesztően jó zenének, és hát a hihetetlen színészi gárdának, hogy egy úgymond klasszikus mese újra gondolásban Csukás Pista bácsiról kiderült, hogy a legmodernebb szerzők egyike, még mindig. Az előadást Kerkai Rita jegyzi, aki alapos kutatómunkával állt neki a koncepció kidolgozásának. A Kossuth díjas költő meséje ősbemutatójának rendezője a nagy mesemondó előtt tiszteleg az alkotói gárdával, és röpíti mostantól a gyerekeket a varázslatos mesevilágba, színpadon és könyvalakban egyaránt. Ez egy hatalmas dolog, hogy egy olyan mesekönyv született, ami egyrészt egy mesedarabot tartalmaz, tehát a gyerekek találkoznak a drámai szöveg formájával. Másrészt meg, hogy ezt a darabot Csukás István ennek a színháznak, a Vörösmarty Színháznak a felkérésére írta. A darab fő vezérmotívuma az elfogadás, legyen szó a gyermekről, önmaga elfogadásáról, vagy a másik hiányosságairól. A gyermeki barátság szövődéséről szól, ahogy a kis emberek megpróbálják önmagukat definiálni, mert ahogy elhangzik, a mi szívünk együtt dobog.